szerintem ott tartunk, így lassan 70 évvel a nagy zeneszerző halála után, és az életműnek a derekához képest meg 100 évvel, tehát igazán történelmi távlattal, ott tartunk, hogy Magyarországon tisztázni kell, hogy ez a Strauss, ez nem a Kék Duna keringő szerzője. És nem is a fia, meg a Radetzky Mars szerzője, nem az apja. Tehát igazán ráfér a mai magyar kultúrás közállapotokra egy ilyen zuhatagszerű Strauss fesztivál, amelyet évek óta tervezgetünk, és most íme elérkeztünk az előszobájába. Volt egy kis félelem olyan szempontból, hogy azért ebbe a darabba Richard Strauss kihasználja a romantikus hangszertechnikának az összes csinyát, binyát. Tehát olyan minden egyes zenész elé olyan követelményeket állít, hogy szólisztikus tudásukat próbára teszi. Az volt a feladatom, hogy emeljem át ezt a különös művet, ami a 20-as években született napjainkba. Ezért a divat eszközéhez nyúlva a kortárs alkotók inspirációival fogalmaztam meg ezeket a jelmezeket. Nagyon markánsan különválasztottam az égi és földi világot, a szegényeket és a gazdagokat. Kicsit meseszerűen, kicsit túlzottan, illusztratívan fogalmaztam meg a jelentős női figurákat. Nagyon összetett, mély tartalmat hordoz, és hát remélem, hogy ez segítette János munkáját. Aki elkezd ismerkedni ezzel a fantasztikus művel, az rögtön szembesül a végletekkel. Az én számomra végső soron ez az egész zene a férfi és a nő találkozásának és megtartásának apoteózisa. Az első felvonás végén van egy zárókórus. Ebben a zárókórusban Hofmannsthal szerintem leírt egy emblematikus mondatot, hogy férjek és feleségek, házastársak, ti, akik szerelemben fekszetek egymás mellett az ágyban, ti vagytok a világ dicsősége, mert rajt ti vagytok az egyetlen híd, amin keresztül a holtak visszatérnek az életbe. Vagyis, hogy a férfi és a nő az egymásra találás az egyetlen remény, ami az embert képes kivezetni a pokolból. Ez egy olyan üzenet, ami mérhetetlenül felerősödött az első világháború után, és azt gondolom, hogy ezt az üzenetet ma is nagyon élesen és erősen meg lehet hallani.